Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy imádságra hívsz bennünket. Tudod azt, hogy szükségünk van arra, hogy szüntelenül könyörögjünk és imádkozzunk te hozzád, mert az ördög szüntelenül el akar botlasztani, és el akar pusztítani. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi nem vesszük komolyan a te hívásodat, amikor hozunk olyan döntéseket, hogy mi egyedül is el vagyunk hosszabb ideig is nélküled, aztán bebizonyosodik az életünkben az, hogy nagyokat bukunk, esünk és összetörjük magunkat. Urunk, köszönjük, hogy te ilyenkor nem ítélettel közeledsz, hanem a írgalmaddal, amelyik kész meggyógyítani bennünket a bűn okozta sebekből. Hadd kérjünk ma arra téged, Uram, hogy tégy fogadóivá a te tanításodnak. Tégy bennünket olyan gyermekeiddé, akik mindig minden időben nyitott szívvel fogadják a te beszédedet. Uram, őrizd meg minden ellenkezéstől, minden elutasítástól, minden olyan magatartástól, ami ellenállna neked. Tégy bennünket, Uram, szelídekké, akik szelíden fogadják a beléjük oltott ígét. És ez az ige, Uram, amit ma szeretnél beoltani a mi szívünkbe, hadd teremjen gyümölcsöt, és hadd legyen áldás így a mi életünkön, és hadd magasztaltassék a te neved mindenkor. Amen. Isten igét Pál apostolnak a Tituszhoz írt leveléből olvasom, a második rész első 8 versét, Isten igét és az ige üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A Tituszhoz írt levél második részéből, az első 8 versből így szól hozzánk Isten igéje. Te pedig azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, álhatatosságban egészségesek. Hasonlóképpen az idős asszonyok szentekhez illő magaviseletűek legyenek, nem patvarkodók, nem rabjai a sok bornak, hanem jóra oktatók. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket. Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják. Az ifjakat ugyanígy instd, hogy legyenek mértékletesek. Mindenben te magadat állítsd, mint a képül a jó cselekedetekben, a romlatlan tanításban, a méltóságban. Az egészséges, fedhetetlen beszédben, hogy az ellenfél megszégyenüljön, és ne tudjon semmi rosszat mondani rólunk. Mindig jó olyan levelet olvasni, ahol egyértelműek azok a tanítások, amiket Isten üzen a mi számunkra. Ilyen levél a Tituszhoz írt levél, amit az elmúlt héten olvashattunk. Nagyon egyszerű és nagyon világos tanácsok hangzanak el arra nézve, hogy élje meg gyakorlatban a keresztény ember a mindennapjait. Nem olyan dolgok ezek, amikhez különösen nagy igei látás vagy értés kellene, hanem egyszerű, hétköznapi dolgok, amiben tulajdonképpen semmi más feladata nincs az embernek, mint megfogadni és úgy tenni. Talán éppen ezzel van a legtöbb probléma. Hogyha ezek ennyire egyszerűek, mégis miért nem mennek? Azért, testvérek, mert ahhoz, hogy valaki istenfélő életet éljen, ahhoz nem emberi erőre van szükség, hanem mindig az Isten ereje az, ami kimunkálja ezt bennük. Mindaz, amit ma úgy tudunk megélni, hogy abban már Isten szerint döntünk, cselekszünk, viselkedünk, az nyilvánvaló, hogy abban mind jelen van az Isten keze. Azt nem magunktól
tudtuk megtenni, hanem Isten segített el hozzá. Azzal kezdi Pál ezt az üzenetet Tituszon keresztül a krétai gyülekezetnek, hogy te pedig azokat szóljad, amik az egészséghez, tudományhoz illenek. Rögtön az elején megad egy mércét, amihez mindenkinek igazodni kell. Nem azt mondja, hogy mindenkinek mondjál valamit, hogy mindenki el legyen foglalva azzal, hogy megcselekedje, hanem azt mondja, hogy egészséges tudományhoz illő dolgokat mondj. Ez a mérce egy gyülekezet életébe. És ami ehhez nem illik, ami nem tiszta, ami nem egészséges, azt jegyezzük meg ma testvérek, azzal nem is kell foglalkozni. Hogy ki mit mondott, más mit tanít, mások hogy látják, mások hogy hiszik. Azt mondja Pál, álljon meg az ige mérlegén, és ennyi elég. De ezeket tanítsd az embereknek mindenképpen. Miért teszi ezt? Azért, mert minden korosztálynak a gyülekezetben ugyanabba az irányba kell haladnia. Az időseknek, a középkorúaknak, a fiataloknak, mindenkinek ugyanabba az egészséges tudomány irányába kell haladni. Ez pedig az Isten igéje. Gondoljunk bele, hogy mi történne csak a mi gyülekezetünkben akkor, hogyha mindenki menne a maga feje után. Ha délelőtt 10-re jönnének azok az emberek, akik egy dolgot hisznek. Délután jönnének a másikok, akik megint más dolgot hisznek. Hétköznap jönne a harmadik csoport, aki megint más dolgot hisz. Szétoszlana a gyülekezet, szétbomlana. Így fogja össze a gyülekezetet Pál, hogy mindenki ragaszkodjon ahhoz, ami az egészséges tudományhoz illik. És nem engedményeket tesz, hanem azt mondja, ez mindenkinek szól, aki a gyülekezetben van. Testvérek, nem lehet azt mondani ma sem egy gyülekezetben, hogy ó, még a fiatalokkal annyira ne törődjünk, mert ők még nem tudnak felelősséget vállalni. Az idősebbeket hagyjuk, ők már megették a kenyerük javát, velük nem kell annyira foglalkozni. A középkorúakat megint hagyjuk, mert ők el vannak foglalva, ők dolgoznak. Ha így gondolkodnánk, akkor fel kellene tenni a kérdést, akkor kinek íródott ez a levél? Akkor miért írja le Pál ezeket a dolgokat, és ki az, aki be kellene, hogy tartsa ezeket a dolgokat? Az első címzettjei ennek a levélnek, ennek a tanításnak, a V-nek azon belül is a férfiak. Nekik azt üzeni az ige, legyenek józanok, tisztességesek és mértékletesek. Ez a három dolog az, ami a keresztény embernek a világba való forgolódásáról szól. Anélkül, hogy valaki prédikálna, ez egy csendes evangélium hirdetés, hogy józan, mértékletes és tisztességes. Ezek azok a dolgok, amik alapján a világ véleményt alkot a keresztény emberről. Fordítsuk ezt meg. Gondoljunk bele, hogy mi történne akkor, ha mi folyamatosan arra hivatkoznánk, hogy én az Úr gyermeke vagyok. Én istenfélő vagyok. Az én életem megváltója Jézus Krisztus. Csak nem tudok józan lenni. Csak mértéktelenül élek. Csak tisztességtelen dolgokat teszek. Senki nem hinne nekünk. Ugye milyen alap dolgoknak tűnnek ezek? Mégis mennyire fontosak? Józan, mértékletes és tisztességes. Ha valaki nem ilyen, akkor tulajdonképpen nem engedte meg az Istennek, hogy ezt helyre tegye az ő életébe. Egy folyamatos engedetlenség van benne, amivel ellene áll az Istennek. És miért éppen az idős férfiaknak üzeni ezt Pál apostol? Azért, testvérek, mert éppen őket veszélyezteti ez a legjobban.
Nagyon sokszor tapasztaljuk és látjuk ezt, hogy az idős férfiaknál megtörténik az, hogy úgy bedobják a gyeplőt a lovak közé, és azt mondják, hogy nekünk már úgyis mindegy, mi már leéltük az életünk nagy részét, és elkezdenek könnyelműen, mértéktelenül, és sokszor tisztességtelenül élni és szólni. Isten nem azt mondja, hogy eljön az a kor, amikor már lehet felelőtlenül élni. Nem azt mondja, hogy ha átlép az ember egy bizonyos korosztály, onnantól kezdve már azt csinál, amit akar. Nem. Testvérek, az Istentől kapott felelősség életfogytig szól. És ezt nem dobhatjuk le magunkról. Sem fiatal, sem középkorú, sem idős. Helyette azonban azt mondja, felhívja a figyelmet arról, hogy a hitben, a szeretetben, a tűrésben épek legyenek. Hogy lehet valaki épp a hitben, épp a szeretetben, épp a tűrésben, ha mértéktelen, részeges vagy tisztességtelen? Egyik kizárja a másikat. Ott van Pál apostol szeretete ebben. Hogy értsétek meg, hogy magatoknak okoztok kárt, ha nem az Isten szerint éltek. Testvérek, megértettük mi ezt? Magunknak okozunk kárt akkor, ha nem hallgatunk az Istenre. Talán bele se gondoltunk még ebbe. Isten jót akar az embernek. Az a kérdés, hogy az ember ugyanezt a jót akarja? Sokszor ez fordítva van, mert attól félünk, hogy jaj, nekem akkor rossz lesz, ha én ráhallgatok az Istenre. Mi lesz velem, ha úgy fogok tenni, ahogyan az Úr mondja? Mi lesz velem, ha nem? Akkor mi lesz velem? És olyan jó meglátni a szeretetet ebben, amire int az ige, hogy a hitben, a szeretetben, a tűrésben épek legyenek. Épek. Nem hiányosak. Ne nagyítóval kelljen keresni az életükben a szeretetet, a türelmet, a hitet. Ez a három dolog az idős embereknek a gyülekezetben való forgolódásáról szól. Hogy hogyan éljék meg a gyülekezetben a mindennapjaikat, a közösségüket. Épségről, épp gondolkodásról, épp magatartásról beszél az ige. És nem olyan magatartásról, amiből minden hiányzik, és csak a rossz dolgok maradnak. A második címzettjei a levélnek az idős asszonyok. Nekik azt tanácsolja az ige, hogy szentekhez illő magatartást tanúsítsanak. Miért éppen az asszonyok? Azért, testvérek, mert egy családban, egy gyülekezetben, egy közösségben mindig meghatározó az, ahogyan az asszonyok viselkednek. Az asszonyok jelleme sok mindent eldönthet. Akár a gyermekeink életében, akár egy közösség életében, hogy hogyan élnek, hogyan viselkednek az asszonyok. Azt is elmondja az apostol, mit ne tegyenek. Az első azt mondja, ne legyenek patvarkodók. Ez azt jelenti, hogy ne legyenek veszekedők. És itt talán meg is lehetne állni egy hosszabb időre. És majd akkor folytatnánk ezt a tanítást, amikor ez már megvan, már sikerült. Asszonyok, ne legyetek veszekedők. Ezt nem én mondom, benne van a Bibliában. Nem most kell erre bólintani, hanem majd a következő alkalommal, amikor alkalom nyílik a veszekedésre. Hogy mikor vennénk egy nagy levegőt, és azt a sok szépet, amit el szeretnénk mondani veszekedés közben, azt megelőzné egy gondolat, hogy nekem azt mondta az Isten, ne veszekedjek. Hát még a veszekedésben is lehet az Istenre hallgatni. Igen. Igen.
hány veszekedés nem történne meg, ha hallgatnánk az Istenre, ugye? Tudom, a másiknak is hallgatni kellene, mert az olyan. De milyenek vagyunk mi? Ne legyenek patvarkodók, se borivás rabjai. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy minket ez nem fenyeget, de akkor abban a gyülekezetben ez gond volt. Az asszonyokat veszélyeztette ez. Borivó és veszekedő asszonyok voltak. Nincs garancia a zsebünkben, hogy nem válhatunk ilyenekké, de ha az Istenre figyelve éljük a napjainkat, akkor megóvhatjuk magunkat ettől. Helyette azt tanácsolja, hogy legyenek jóra oktatók. A tanítás feladatát bízza az Úr az asszonyokra. Hogy tanítsák a fiatal asszonyokat józanságra, szeressék férjüket, gyermekeiket, legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy az Isten beszédét miattuk ne káromolják. Most lehetne azt mondani, hogy milyen jó, hogy végre Isten felhatalmazza az idősebb asszonyokat arra, hogy tanítsák a fiatal asszonyokat, de ne felejtsük el, hogy honnan indul ez az egész. Onnan indul, hogy az idős asszonyok szentekhez illően éljenek. Ha úgy élünk, na majd akkor tanítsunk. Addig ne. Testvérek, itt nem arra hatalmaz fel Isten, hogy mi mindig a fiatalabbaknak jó megmondogassuk, hogy kinek mit kéne csinálni. Nem. Azt mondja Isten, hogy a kiinduló pont, hogy te szentekhez illő magatartást tanúsíts. Ilyen a mi magatartásunk? Mert akkor hozzákezdhetünk a fiatalabb korosztály tanításához. Ha nem ilyen a magatartásunk, akkor semmi más nem fogunk tenni, csak beleszólni a dolgaikba, és olyasmit fogunk nekik mondani, amit mi magunk se cselekszünk. Hiteltelenek leszünk. Csak azt tanítsuk, amit mi is úgy teszünk. Csak abban legyünk tanítói, amikben már mi is taníthatóak voltunk. És mi a célja ennek? Azt mondja Pál, ne káromoltassék miattuk az Isten beszéde. Mikor káromoltatik? Akkor, amikor mi beszélünk, mondunk nagyokat, meg szépeket, meg idézgetünk a Bibliából, csak éppen mi nem csináljuk azt, amiről beszélünk. És ilyenkor az, akinek beszélünk, meg mindenki más, aki hallja, el fogja mondani, hogy miért beszélsz. Kár neked oda járni. Mert csak képmutatóak leszünk. Mert csak beszélni tanulunk meg, cselekedni pedig nem. Testvérek, a világ keresi az életünkben az Isten munkáját. És nem mindegy, hogy az életünk során megtalálja-e. Nem mindegy, hogy mit talál a világ. Nem azt keresi, hogy nálad van-e a kis papír, amire fel van írva, hogy hányszor voltál alkalmakon, vagy hányszor olvastad át a Bibliát. Nem ezt keresi a világ. Hanem mindig azt nézi, hogy mi változott az életünkben. Azáltal, hogy mi az Isten igéjének a hallgatói vagyunk. Mi változott? És valóban ezt fel kell tenni időről időre ezt a kérdést, hogy mit változtatott ez rajtam, mióta én igét hallgatok? Hat-e rám az Isten beszéde, mert ha nem, akkor miattam fogják káromolni az Isten beszédét. Miattam. Aki arról beszélek, hogy ez igaz, arról beszélek, hogy ez jó, ennek jó engedni, jó ezt meghallgatni, mert bölcsesség van benne, igazat mond az Isten, de mégsem hallgatok rá.
és miattunk fogják káromolni az Isten beszédét. Érdekes, hogy csak ezek után beszél az apostol a fiatalokról. Miután elhangzik a tanács az idős férfiaknak, az idős asszonyoknak, csak ezek után tér rá a fiatalokra. Ha megfigyeljük a ma élő embereket, akkor szinte az egész világon ugyanazzal a gondolkodással találkozunk. Mindenki a fiatalokat hibáztatja mindenért. Ha egy falu vagy egy közösség erkölcstelen, hát a fiatalok az erkölcstelen. Ha pénzéhesek, akkor fiatalok a pénzéhesek. Ha mértéktelenül élnek, akkor fiatalokkal van a baj. Mindig a fiatalokkal van a baj. A bibliai gondolkodásban ez egészen másképp van. Mert tudták azt, hogy egy generációnak a magatartása az mindig attól függ, hogy milyen volt az előző generáció. Mit hoztak magukkal? Mit tanultak tőlük? És tudták nagyon jól, hogy a fiatalabb generáció csak azt fogja csinálni, amire az őt megelőző idősebb generáció őket megtanította és felhatalmazta, vagy éppen szabadjára hagyta. És nem azt mondja, hogy mindenért a fiatalok a felelősek, hanem az idősebbeket teszi felelőssé azért, hogy milyen módon éli meg a fiatalság az életét. Azt mondja az ige, hogy éppen az idősek a felelősebbek ebben. Miért? Többet éltek, többet hallották az Isten szavát, több tapasztalattal rendelkeznek, több bizonyságot tudnak az életből elmondani, és ezért az ő felelősségük az, hogy mire tanították meg a fiatalokat. Van itt egy nagyon fontos szó, neveljétek. A nevelés nem azt jelenti, hogy adok neki enni, veszek neki ruhát, meg legyen ágya, ahova lefekszik. Ezt nagyjából még az állatok is meg tudják tenni. A nevelés az azt jelenti, hogy jellemformálás. Egy gyermeknek a jellemét, a gondolkodását, az értelmét formálni. És ebben egy nagyon rossz döntés az, amikor csak úgy hagyom. Lesz, ami lesz. Ha én nem nevelem, neveli majd más. Neveli a világ, és azt meg nagyon jól tudjuk, hogy ilyenkor fogékonyak minden rosszra. Azt nem kell tanítani, az jön. Azt mondja az ige, ti neveljétek őket. Lehet ebben van sok mulasztásunk. De lehet ebben változni, meg Isten igéjéhez igazodni. Mit üzen a fiataloknak? Nem sok mindent, csak annyit mond, ők legyenek mértékletesek. Miért? Mert őket ez fenyegeti a legjobban. A fiatalság, az erő, a tenni akarás, hogy kipróbáljon mindent, az magával hozza a mértéktelenséget. Ők legyenek mértékletesek. Testvérek, olyan jó lenne meglátni, hogy nem véletlenül osztotta fel így Pál apostol ezeket az üzeneteket. Érintve van a gyülekezet minden rétege, idősebb és fiatal. És ezzel Pál apostol meg akarta értetni Titusszal és a rábízott gyülekezettel, hogy nagyon fontos az, hogy hogy éljük meg a napjainkat. Mert ahogyan megéljük a napjainkat, az olyan, mint amikor
elkezdünk egy alapot lerakni egy épülethez. És minden napunk egy-egy apró kövecske ebben az alapban. És nem mindegy, hogy ez az alap mennyire lesz tartós és szilárd. Mert tőlünk függ az, hogy itt a jövőben lesz-e egyáltalán gyülekezet, vagy milyen gyülekezet lesz. A következő generáció jelleme az tőlünk függ. Tőlünk függ. Gondoljunk bele abba, hogyha ennek az épületnek az alapjait nem tudom hányan rakták le, de lett volna egy nagyon hanyag mester, aki úgy dönt, hogy ott azon a területen, azon a részen, ahol ő dolgozik, azokat a hatalmas nagy köveket, azokat nem keni meg ragasztóanyaggal, csak úgy léhán odadobja. Lehet, hogy az épület összes többi része az precízen van megcsinálva. De ha az az egy része hanyagul, akkor ott meg fog indulni az épület. És megreped. Nem az a feladatunk, hogy folyamatosan azt nézzük, hogy ki mit csinál. Az a feladatunk, hogy az igében számunkra kijelölt helyen, a magunk területén mi legyünk a legprecízebbek. A mi családunkban, meg a mi gyermekeinkkel, meg a mi rokonainkkal. Na meg a kereszt gyermekeinkkel, akikért felelősséget vállaltunk. Isten nem azt fogja számon kérni, hogy miért lett olyan annak a gyermeke, akit te nem is ismersz. De a számon fogja kérni, miért lett olyan a miénk, amilyen. És olyan jó lenne meglátni ezt, hogy Isten nem felelősséget vesz le a vállunkról, hanem felelősséggel ruház fel. A hívő élet felelős élet. És olyan jó lenne ezt a felelősséget ma önként magunkra venni, és azt mondani, hogy igen, Uram, ahova állítottál, ott én teljesíteni akarom a te akaratodat. És nem arra hivatkozok, hogy mennyi mentségem lenne ez alól kibújni, hanem egy hivatkozásom van, ezt te bíztad rám, Uram. És ennek eleget kell tennem. Idősként és fiatalként egyaránt. Ehhez erő kell minden nap megállni a helyemet, hogy ne káromoltassék miattunk az Isten beszéde. Amen. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy szent felelősséggel ruházol fel minket. Köszönjük, Urunk, hogy te kirendeled a mi helyünket, és minden életkorban bízol ránk feladatot. Köszönjük, Urunk, hogy nem tétlenségre, léhaságra bíztatsz bennünket, hanem cselekvő, hitben járó életre. Urunk, arra szeretnénk kérni téged, értesd meg velünk személyesen, hogy mi a mi feladatunk. Mi az, amiben meg kell állnunk, és mi az, amiben felelősen el kell végeznünk azt, amivel te bízol meg. Urunk, ha eddig ezt nem tettük volna, akkor kérünk, bocsáss meg érte. Ha van még pótolható, akkor segíts azt pótolni. Ha pedig úgy látod, Uram, hogy már nem tudjuk pótolni a hiányosságokat, akkor nálad még nincs lehetetlen. Urunk, bocsáss meg a mulasztásért, bocsáss meg, ha felelőtlenül kibúvókat kerestünk a tanítás feladata, a nevelés feladata alól, de könyörgünk azért, hogy hadd legyünk olyan népeddé, olyan gyülekezetté, akik nem szűnnek meg tanítani a fiatalabb generációt,
akiket megbízhatsz feladattal, megbízhatsz szolgálattal. Hadd tudjuk ezt önként vállalni, ne nyűkként tekintsünk erre, ne elmeneküljünk előle, hanem tudjunk ebben naponként rád támaszkodni, és véghez vinni azt. Urunk, így áld meg az előttünk álló hetet, hadd lássuk minden nap a feladatunkat, minden nap a kijelölt helyünket. Ajándékozz meg tőled jövő erővel, bölcsességgel. Ajándékozz meg, kérünk, mennyei látással, hogy mindig lássuk, hogy mi a te jó akaratod felénk. Őrizd meg, Uram, minden gonoszságtól, minden rossz indulattól. És kísérj el bennünket, Uram, a te országodba, hogy hadd legyen nekünk ott találkozásunk te veled. Így áld és szenteld meg a mi életünket. Hallgass meg a mi kéréseinket, azokat is, amelyeket most itt csendben mondunk el előtted. Hallgass meg minket, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.